Tehát a magyar külpolitika különösen fontos jelentőséget tulajdonít a magyar-lengyel kétoldalú együttműködés erősítésének, és különösen komoly jelentőséget tulajdonítunk a visegrádi együttműködés további erősítésének. Megerősítettem miniszter úrnak a tárgyalásaink során, hogy a visegrádi együttműködés további erősítése stratégiai fontosságú Magyarország szempontjából. Az európai növekedés az elkövetkezendő időszakban is ebből a térségből fog jönni. Tehát úgy, ahogy már a közelmúltban, úgy a jövőben is az Európai Unió növekedésének motorja a közép-európai térség lesz. És az elérendő, meg elérhető gazdasági sikerek és a politikai együttműködés közösen jelentősen növelni fogja a súlyunkat és az erőnket Európában. Erős Európára, erős Európai Unióra van szükség, de az Európai Unió nem lehet erős, hogyha gyenge tagállamokra akarják azt alapítani. A mi felfogásunk szerint az erős Európai Uniónak erős tagállamokra kell épülnie. És az Európai Unió akkor lesz erős, hogyha erős tagállamok alkotják.